Egyáltalán nem megszokott, hogy csendes folyosók és üres tantermek vannak hétfőn délelőtt a gimnáziumban. A hamarosan 100. tanévét megkezdő intézményben már alig várják, hogy újra tanulókkal teljenek meg a termek és a folyosók. Az intézmény az évtizedek alatt több szép karriert befutó diákot nevelt. A teljesség igénye nélkül Zente Ferenc színész, Szabó Tünde olimpiai ezüstérmes, sportért felelős államtitkár tanult itt. A legrégibb tagozatunk az énekzene tagozat néhány éve ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Akkor is nagyon sokan megjelentek, nagyon nagy volt az érdeklődés, és reméljük, hogy a centenáriumon is sok volt énekes megjelenik. A sporttagozatról nem is beszélve, hiszen nagyon sok neves sportoló került ki az iskola falai közül, és ma is nagyon komoly erőkkel zajlik az utánpótlás nevelés. Őket is szeretnénk külön programmal várni, amennyire itt majd a lehetőségek ezt engedik. Nem csak a múlttal, hanem a jövővel is foglalkoznak a 100. évfordulón. Szeretnék a gimnázium épületét fejleszteni, hiszen fontos, hogy a diákok egy korszerű épületben tanulhassanak. Az intézményvezető azt mondta, hogy a falaknál fontosabb talán, ami a falakon belül történik. A másik fontos feladat, a falak, azok úgymond nem lényegesek, a tartalom a lényeges. Szeretnénk olyan szakmai háttérrel rendelkezni, amellyel az idejáró tanulókat nagyon komoly tudással ruházzuk fel, versenyképes tudást szeretnénk nekik nyújtani, amellyel a rendkívül változó környezetben alkalmazkodni tudnak az elvárásokhoz, és szép pályát futhatnak be, megelégedett emberek lehetnek. Amennyiben a járványügyi helyzet engedi, szeretnének színes programokkal megemlékezni a 100. évfordulóról. A tagozatok fejlődését is szeretnék bemutatni. Fontos szerepe van az intézményben az énekzene és a sporttagozatnak, de kiemelt hangsúlyt kap a nyelvoktatás is. Az angol és német mellett spanyol és orosz nyelven is tanulhatnak a diákok az idén 100 éves Vasvári Pál gimnáziumban.